Elemzők szerint a haladóknak jelenleg kétszer akkora a támogatottságuk a polgárok körében, mint a két koalíciós partnernek együttesen, és ennek valahogy kifejezésre is kell jutnia. Alexander Vučić első kormányfőhelyettes elmondta, nem fogja más pártok minisztereit értékelni, de Ivica Dačićnak is és Mladen Dinkićnek is felhívja majd a figyelmét bizonyos területek gyenge eredményeire. Što se tiče rekonstrukcije, rekonstrukcija i naših temeljnih dakle, temeljne preokupacije, programa, ali i ljudi, što se stranke koju vodim tiče, bit će obimna i sveobuhvatna. Ili takva mora da bude, ili bolje da ne pravimo. U tom smislu, takvu vrstu odgovornosti zahtevaću i od naših koalicijonih partnera. Több lehetséges forgatókönyv is kering a kormány átalakításról a köztudatban. A Kurier napilap kormány közeli forrásokra hivatkozva négyet tart a legvalószínűbbnek. Az egyik, Dačić lemond, Vučić lesz a kormányfő. A második, Vučić lesz a kormányfő, de a kormányból kipenderítik a Szerbiai Szocialista Pártot és a Szerbia Egyesült Régiói, és az átalakított kormányt a Demokrata Párt fogja támogatni. A harmadik, Dačić marad a kormányfő, Dinkić elveszíti egyik tárcáját, Dačić átadja a belügy vezetését Vučićnak. A negyedik, nincs megállapodás, új választásokat írnak ki. A kormány tagjai közül többen is azt nyilatkozták, hogy a kormány átalakításról nem a bulvárlapok fognak dönteni. A nie vlada Republike Srbije reality show, pa da se preko novina SMS glasovima određuje ko će da ostane u vladi, a ko će da ispadne. Ako bi vlada bila reality show, onda bi mi bili zaista neozbiljna država. Srbija je ozbiljna država, ima ozbiljnu vladu. I o imenima ljudi koji će zbog loših učinaka napustiti radu, neće odlučivati ni tabloidi, niti, ne znam, nezavisni analitičari, nego mi koji smo tu vladu kreirali. Vučić, Dačić i ja. Alexander Vučić, Ivica Dačić és Mladen Dinkić július végig meg kell, hogy egyezzen a kormány átalakításáról. Ellenkező esetben az sincs kizárva, hogy kírják az előrehozott választásokat. A másik lehetőség, hogy a haladók alakítanak kormányt, amelynek a támogatást a parlamentben a DP képviselői biztosítják.